Üdvözlöm a KTV nézőit a European Best Engineering Competition, azaz az EBEC budapesti fordulójának zárónapjáról, ahol a versenyzők három napon keresztül két kategóriában mérkőztek meg az értékes nyereményekért és a regionális fordulóba való továbbjutásért. Csak nektek indult be a motorotok. Minek köszönhető ez? Hát a koncepcióból igyekeztünk a legegyszerűbbet kiválasztani, és alapvetően, tehát egyszerű volt az egész rendszer, kevés, kisebb volt a hibaforrás. Igyekeztünk a legegyszerűbb koncepciót megvalósítani, és ezt viszonylag pontosan sikerült szerintem nekünk. Csak egy egyszerű szerkezetet építettünk, semmi csapágyazás, áttétek, ilyesmi. Az volt a koncepció, hogy megcsináljuk a szerkezetet, és akkor utána megpróbáljuk azt kijavítani, hogyha valami nem működik rajta. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően azért is sikerült jól a szerkezet, mert nagyon sok időt hagytunk magunknak a tesztelésre. Tehát, hogy ez szerintem egy fontos lépése volt az egésznek. Hát igazából még amiket elmondtak eddig, azon kívül még annyit tennék hozzá, hogy tényleg egy nagyon össze szokott csapatról van szó, tehát már 3 éve együtt gyűrünk minden egyes problémát, és ugye tavaly is már együtt itt voltunk az EBEC-en. Hogyan tetszett a versenyzők munkája verseny alatt? Meglepően felkészültek voltak a versenyzők, és nekem nagyon tetszett, hogy mindenkinek azonnal van ötlete, és egész végig pörögtek a megoldásoknak a megtalálásán. Csapatmunka terén hogyan tudtak együttműködni szerinted a résztvevők, mint külső szemlő, hogy láttad ezt? A legtöbb csapatnál úgy láttam, hogy nagyon jól együtt dolgoztak, le volt osztva mindenkinek a feladata, valaki vágott, valaki fűrészelt, valaki kutatott, valaki számolt, ezt teljesen jól kezelték ezt a megosztást. Látszik, hogy egy-két csapat nem először dolgozik együtt. Mennyire éreztétek teljesíthetőnek a kapott feladatot? Hát meglepően nehéz volt, azt hittük, hogy több kisebb feladat lesz, és tudunk folyamatosan haladni, aztán ehelyett inkább egy nagy, amivel sokat küzdöttünk, és csak az utolsó egy fél órában tudtunk eredményt hozni. Sok módszert kipróbáltunk, és nem igazán tűnt úgy, hogy működik, és végül sikerült találni egy olyat, ami számunkra is meglepő módon jónak tűnt. Ugye ti nyertétek meg az idei versenyt, mit gondoltok, mi vezetett ahhoz, hogy ti győzedelmeskedtetek? Mi vagyunk a legokosabbak. Hát egy kicsit szerényebb legyek, szerintem a szerencse is most benne volt, hogy tényleg sikerült egy olyan megoldási módot választanunk, ami bevált. Mennyire volt elégedett a versenyzők előadói képességeivel? Meglepett a fiatalok prezentációs készsége, úgy beszéltek, mintha 1000 éve ezt csinálnák, és amit külön kiemelnék, az angol nyelvtudás. Szakmai szempontból hogyan értékelni az előadásokat? Ugye 100 pontot lehetett elérni a feladaton, és több olyan csapat is volt, aki 90 pont fölé ment. Megmondom őszintén, hogy a verseny előtt ezt mi nem gondoltuk, mert úgy ítéltem meg, hogy ez túl nehéz feladat a 4 órás versenyre, de bizonyították a fiatalok, hogy igenis ezt meg lehetett csinálni. Hogyan értékeled az idei eseményt, mennyire vagy elégedett a végleges szervezéssel? Az egésznek a szervezésében is részt vettem, de én főleg a Team Design kategóriával foglalkoztam, és ezen belül én nagyon-nagyon megörültem, amikor az első csapatnak beindult a motorja, de szerintem minden emberen hallatszódott, hogy örülnek, hogy lehetséges megcsinálni 6,5 óra alatt egy Stirling motort, ami működőképes. Az egész eseménynek is nagyon örülök, hogy sikerült. Az első nap zökkenőmentesen ment, a másik napnak is a kisebb hibáit gyorsan sikerült kijavítanunk, és így egy sikeres eseményt zárhatunk, és szerintem a versenyzők is örültek a feladatoknak, tetszett nekik, és a nyereményeknek is örülnek végső soron.